Még előttünk van a tél nagyobbik része, de a kertészek ilyenkor sem tétlenkednek, hiszen most van a metszés és a téli növényvédelmi beavatkozások ideje. A kerti kalendárium január-februári számában arról írunk például, hogy hogyan tudunk házi kertben is emberléptékű gyümölcsfát nevelni. Bármilyen furcsán hangzik, erős és középerős növekedésű alanyon is ki tudjuk alakítani ezeket a kisebb méretű fákat. Az a lényeg, hogy tudatosan alakítsuk a koronát az első években, alacsony törzset alakítsunk ki, és a termőágakat lekötözéssel vagy súlyozással lehetőleg vízszinteshez közeli helyzetben neveljük. Így hamarabb is termőre fordulnak a fák, ami eleve visszafogja a növekedésüket. Termőkorban aztán rendszeres nyári metszésre is szükség van a téli metszés mellett. Télen, amikor metszünk, úgyis alaposan szemügyre kell venni a fákat és a szőlőtőkéket, ilyenkor sok kártevő és kórokozó telelő alakjait figyelhetjük meg. A növényorvos szerzőnk részletesen leírja, hogy milyen jelekre figyeljünk, hogyan találjuk meg ezeket az áttelelő képleteket, amiket mindenképpen el kell távolítanunk a fákról. Kéregkaparással lehet megszabadulni a kártevők téli tojásaitól, lárváitól, bábjaitól. Vágjuk le az almafákról a lisztharmatos vesszővégeket, távolítsuk el a szőlőről az összeszáradt fürtöket, a csonthéjasokról pedig a moníliás gyümölcs múmiákat. Ezzel a következő évi fertőzést tudjuk csökkenteni. Mindezek után pedig következzen a lemosó permetezés. Télen készülhetünk elő a palánta nevelésre is. Vegyük számba a magkészleteinket, készítsünk palántaföldet. Mindenhez a kerti kalendárium január-februári számában a zöldségtermesztés és a biotermesztés rovatunkban is adunk tanácsokat.